Világos volt az éj, és pont úgy csillogott a szád. Nem gondoltam túl, én ösztönből mentem te rád. Mikor a nap nyugomból a tért kézem fogva kísért a hold. Köszönöm szépen, az elmúlt 20 év tökéletes volt. Hogy a szerelemből én lettem. Véletlenül ma este pont beléd estem. Bejövünk egymásnak, ezt rögtön éreztem. Ha megfogom a kezed, érzem, lélegzem. Végre valaki mellett önmagam lettem. Véletlenül ma este pont beléd estem. Csillagos volt az éj, és pont úgy csillogott a szád. Nem gondoltam túl, én ösztönből mentem te rád. Mikor a nap nyugomból a tért kézem fog. Köszönöm szépen, az elmúlt 20 év tökéletes volt. Kellett egy pár év, de végül megértettem, hogy az elmúlt. Vendégünk a stúdióban Horváth Boldi, szia! Hello, szia! Sziasztok! Az elmúlt 20 év című dal megjelenése óta mondhatjuk, hogy egy pillanatra sem álltál meg, azóta is pöröksz, hát így foglald nekünk össze, hogy mi minden történt veled azóta. Hűha, nem hiszem, hogy ezekben nagyon rossz vagyok, egyébként a visszaemlékezésekben általában rossz vagyok, nagyon rossz a memóriám, bizonyos dolgokat kivéve. Hát volt egy koncert, egy elég sűrű nyár, barátilag, családilag is, meg zenekarral is, és mi most úgy azt az utat választottuk, ami egyébként más helyeken igen divatos, itthon én kevésbé látom, hogy megjelent az ember egy lemezt, és utána a dalokra vagy valami képi anyagot, vagy bármilyen promóciót csinál, és ez abból a szempontból egyrészt az előadónak vagy a zenekarnak nagyon kényelmes, hogy már nem kell a stúdió munkával foglalkoznia, tehát van mindenre ideje, és a közönség számára pedig azért egy hálás dolog, mert tényleg ez a sűrűség élményen megjelenik, mert azért 2-3 havonta kvázi kijön egy új dal, és azért nagyon kevés az a hűséges közönség, aki egybe meghallgatja az egész lemezt, és már az első pár hétben kiürölt, ugye? Tehát azért a közönség nagy részéhez ezekkel a klippekkel, videós tartalmakkal kerül el egy lemez. Igen, szerintem is. Elég sokat dolgoztál most az utóbbi napokban, hetekben, hónapokban. Milyen projektbe vágtál most bele? Egy új videoklippen dolgoztunk. Nem minden dal kíván videoklipet, egyébként itt adáson kívül beszéltünk is arról, hogy talán ez egy picit már nincsen meg az a fénye, mint korábban volt a videoklipeknek, de vannak olyan dalok, amik nagyon megkívánják, és nagyon, nagyon szeretne legalábbis a dalnak a szerzője hozzá a videoklipet, ez egy ilyen dal, és ahelyett, hogy itthon forgattunk volna valami nagyobb szabású dolgot, elutaztunk külföldi országokba, és ott forgattuk le egy nagyon pici stábbal. Ez alapvetően egy ilyen utazás metaforára épül ez a videoklip, és emiatt volt ez indokolt. De miről szól ez a videoklip? Ugye azt már mondtuk, hogy különleges helyszínek lesznek a videóban. Mi mindent szerettél volna te megmutatni? Nagyon sokáig forgattátok, nagyon sokat utaztatok, miért volt ez fontos? Alapvetően az utazásnak a kifejezése az szerintem akkor igazán hatásos, hogyha ez sokszínű, tehát hogyha itt mind egyrészt többféle, hát képileg nagyon különböző impulzusok fogják érni a nézőt, aki ezt látja, de hogy a helyszínek is egészen eltérőek, tehát vannak erdei, vagy ilyen természeti szép helyek, meg városi környezet, vagy tengerparti környezet, tehát nagyon sokféle dolog megjelenik, és ez elengedhetetlen az, hogy sok helyre elmenjen az ember. Alapvetően ez egy szomorú, vagy inkább egy édes bús, mert végülis egy pozitív végkicsengésű, de egy szomorkás szakítós dal, és a történet szerint a dal, aki énekli ezt a dalt, aki ez esetben én vagyok,
az végigjárja azokat a helyeket, ahol még akkoriban boldog volt, és akkor itt különböző képi megoldásokon majd vissza fog tekinteni a múltba, de ennél többet nem szeretnék erről még elmondani. Mennyire lesz ez kellemen kabátos hangzás világú? Mennyire más ez? Mert most ugye az albumokról beszéltünk, tök sok zenekarán azt látom, hogy egy albumon belül váltakoznak a stílusok, és egy kicsit most újat csinálnak. Mennyire lesz ez olyan, mint volt? Én azt gondolom, hogy alapvetően hangszerelésében, lendületében ez egy nagyon klasszikus, vagy dallamvezetésében egy nagyon klasszikus Kelemen dal. Ugye hát az egész lemezen érezhető, talán egy ilyen, már nem ennél a lemeznél kezdődött, az évek óta tart, de itt talán markánsabban megjelenik egy picit komolyabb, ilyen elgondolkodóbb, szomorúbb témák megjelenek, ez pont egy ilyet ölel föl. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 2-3 év, vagy az a néhány év, ami mögöttünk van, ez nagyon sok szerzőből ilyen élményeket hozott ki, és ez nálunk is lecsapódott. Azt már ugye említetted, hogy kicsit szomorkásabb ez a dal, de most bekapcsolt nálam azt, hogyha külföldre utazunk forgatni, persze a munkát is várom, de az is nagyon tetszik, amikor kicsit szétnézhetek az adott városban. Volt időtök pihenni és egy kicsit, felfedezni és egy kicsit a várost? Nem igazán. Tehát itt ilyenkor felkelünk reggel, és az, nem tudom, hogy miért van ez, én nagyon amióta a videoklipeket csinálunk, és ez most már, nem tudom, lassan 10 éve van, vagy még régebben, ezen gondolkozom, hogy miért rohan annyira az idő, amikor az ember videó bármilyen képi tartalmat forgat, de hogy tényleg egyszerűen nézi az óráját, és felkelünk, na most akkor nagyon korán fel fogunk kelni, ezt meg is csináljuk, és lement a nap, vagy lassan megy le a nap, és 2-3 jelenet van meg, tehát ez egy ilyen visszatérő dolog, muszáj ilyenkor pörgetni, hajtani a dolgokat, és többnyire ezeket az esti bulizásokat is ki tudtuk zárni, hogy elég jól haladtunk. Az elég nehéz egyébként. Többnyire nehéz. És mi vár a rajongókra, a hallgatókra így a közeljövőben, ugye mikor jön meg ki ez a klip, illetve hol lesztek láthatók és hallhatóak? Ez a klip, ez jövő szerdán, azt hiszem, hogy 26-án, de nem vagyok még teljesen biztos benne. És amíg én megmondom őszintén, hogy nyersanyagokat láttam, de még nem láttam, tehát nincsen kész ez a videóklip. Elment kell mondanod rá. Még vágják meg, még egy csomó kérdés van benne, de hogy valamikor a jövő héten meg fog jelenni, illetve tervezünk egy nagyszabású lemez bemutató koncert, ez februárban lesz, de ennek a konkrétumariról pedig... Meg lesz. Harmadszorra nem próbálom meg. Erről is, amikor megjön a klip, akkor fogok majd beszélni. Akkor legyen így. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, és visszavárunk majd az új klippel, mert ugye nálunk is bemutatod. Köszönjük, Valdi.